Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai napon. Hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent János könyvéből. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van vele mindenki, aki a lélekből született. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte Nikodémus. Jézus így válaszolt. Izrael tanítója vagy, és nem érted? Bizony-bizony, mondom neked, arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk. Mégsem fogadjátok el tanúságtételünket. A földi dolgokról beszélek, és azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek. Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az ember fia, aki a mennyben van. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. A mai nap evangéliumában Nikodémus az, aki éjnek idején felkeresi Jézust azért, hogy beszélgethessen vele. Jézus ezt a találkozást és ezt a beszélgetést is egy magasabb dimenzióra emeli, és Nikodémuson keresztül mindannyiunkat figyelmeztet a lelki újjászületésnek a fontosságára és szükségességére. Ez a lelki újjászületés azonban nagyon sokszor, sőt, általában véve nem fájdalommentes. Jézus ennek megvilágításához egy ószövetségi példát hoz fel, a részkígyónak a történetét. Bibliai ismereteinkből talán mindannyian tudjuk és emlékszünk rá, hogy amikor a pusztai vándorlás során Izrael fiai zúgolódni kezdtek Mózes és Isten ellen, akkor Isten mérges kígyókat küldött rájuk, és ezeknek a mérges kígyóknak a harapásába nagyon sokan belehaltak. És miután az Úr, látván a nép szenvedését, megszánta őket, és felszólította Mózest, hogy állítson fel egy részkígyót, és aki hittel föltekint erre a részkígyóra, az megmenekül a kígyó harapásától, a kígyó mérgétől. Ugyanezt fejezi ki a keresztnek a felemelése is, hogy aki hittel rátekint a szenvedő Krisztusra és a keresztfára, az is a kígyó harapásától menekül meg, attól a kígyó harapásától, amely a paradicsomban Éván keresztül, Éván és Ádámon keresztül az emberiséget elszakította az Istentől. A hittel való föltekintés a keresztfára azonban nem fájdalommentes, mert ez jelenti az önmagunkkal való szembenézést, jelenti az addigi életvitelünkkel való leszámolást, jelenti a bűneinknek a kiiktatását az életünkből. És ha az ember erre vállalkozik, az bizony nem lehet fájdalom és nehézségmentes, mert a bűnnel való szakítás igenis óriási erőfeszítést igényel. És csak úgy lehetséges, ha az ember tekintetét mindvégig rajta tartja a kereszten függő és haldokló Jézuson. De mint ahogy nem a kereszt volt Jézus Krisztus utolsó szava itt a Földön, hanem a feltámadásé, ugyanúgy a bűneinkkel való szembenézés és a bűneinkkel való leszámolás sem az utolsó állomás a mi életünkben, az ezekből fakadó nehézségek és fájdalmak, hanem az az öröm és az a békesség, amely a feltámadásból forrásozik, amely abból az új életből forrásozik, amelyet lelki újjászületésnek, lelki megújulásnak nevezünk. Amen.